szegény csiga persze, hogy nem tud repülni szárnyak nélkül, de hát a lufinak sincs szárnya, igaz? Aztán mégis elszáll. Az eszetekbe jutott már, hogy hová száll az a lufi, amikor elrepül egy gyerek kezéből? Levegőbe, égbe, és aztán mi lesz vele? Hát, ha nem durran ki? Én tudok erről egy történetet, hát eldalolom, vagy igaz, vagy nem. Midőn az utca hibolyával, megverkli szóval volt tele. Egy május délben rózsaszínű lufbalón szállt az ég fele. Egy hordár felnézett a kávéház előtt, egy rikkancs, egy kofa és több járókelők. Nézték a lufbalont, hogy száll, emelkedik, amíg csak látni tudták gyarló szemei. Amíg csak látni tudták gyarló szemei. A rózsaszín lufbalón közben már ott járt a felhők felett. Szállott feljebb-feljebb, egyszer csak a mennyországba érkezett. Ott aztán elfogták a szép kis angyalok a rózsaszín gömböt, mely boldogan ragyog. Szaladtak hűvele végig a tejúton, arra kell menni az Istenhez, jól tudom. És futballoztak az angyalok közben vele. Ez jól esett a lufbalonnak, kérem, csak úgy hízott bele. A jó Isten elé vitték az angyalok. Atyánk, a földről jött ez a csuda dolog. Sosem láttunk ilyet, jaj, bennem mi lehet? A lufbalont kiolta lent. A lufbaló hosszút sóhajtott. Oh, így csinált és összement. A szép nagy lufbalon sóhajjal volt tele. Az angyalkák nézték búsan, mi lett vele. Megtöltenék megint, ez von az óra.